Sziasztok! Egy álom kezd valóra válni, kezd testet ölteni, és úgy éreztem, itt az ideje, hogy nektek is hírt adjak róla, hogy megosszam veletek. Körülbelül egy évvel ezelőtt megjelent bennem egy gondolat, hogy az Átváltozás című saját dalom, első saját dalom nyomán egy hasonló zenei világú lemezt adjunk ki. Egy olyan lemezt, amin ugyanúgy szerepet kapnak a népdalok, viszont egy új irányt is képviselne, hiszen saját szövegek, dallamok találkoznának, fonódnának össze a különböző népek dalaival. Igen, ám, de nem tudtam sokáig, hogy hogyan is fog ez megszületni, ez a lemez. Viszont egyszer csak jött egy ilyen bevillanás, hogy hogy induljak el. Olyan emberekkel való beszélgetésekből, találkozásokból alkotom meg az új dalokat, akik rengeteg nehézségen mentek át az életük során. És példák lehetnek mindannyiunk számára, kitartásukkal, a derűjükkel, az alázatukkal, mindezek a nagy tragédiák ellenére, amik mögöttük vannak. Ezeket a sorsokat szeretném hozzátok közelebb hozni. És úgy érzem, hogy ez az a fajta alkotási folyamat is, és ez az egész, ami most előttünk áll, nekik is nagyon jó, nagyon sokat gyarapodhatnak lelkileg általa, hiszen meghallgatjuk őket. Hála Istennek egyre több intézmény csatlakozik hozzánk, így a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Pető Intézet, illetve a Yehudi Menuhin hegedűművész által létrehozott múzeprogram, ami hátrányos helyzetű gyerkőcök számára jött létre, és a művészeten keresztül tulajdonképpen segítenek nekik más művészek is, hogy az életben jobban boldoguljanak. Én is 5 éve dolgozom, 5-6 éve a programnak. Tehát az intézmények sorakoznak, és még több intézmény csatlakozik hozzánk, és rajtuk keresztül kapcsolódom ezekhez az emberekhez. Így beszélgetek hajléktalannal, magára hagyott időssel, vagy nehéz körülmények között élő gyerkőccel, akivel játszok is, és játszottam ugye a múzeprogramon belül, és mindannyiukkal a pozitív változást, átváltozást boncolgatjuk, és természetesen az ő sorsukat. Ezt a folyamatot egy csodás és nagyon kedves lány, egy szabadúszó újságíró és blogger, Melis Dóri fogja nektek közvetíteni és dokumentálni, aki harmadik személyként, külső szemlélőként lesz jelen ebben a folyamatban. Fogadjátok szeretettel a sorainkat, a képeinket, a híreinket, és hát induljon el ez az átváltozás, ami számomra is egy új irány, tele új kihívással, de most azt érzem, hogy ez a feladatom. Tartsatok velünk! Sziasztok!